következő percekben tovább kalandozunk a hétvégi programok kínálatában. Noszvajon ugyanis már javában tart a készülődés a birs ünnepre. A gondos kezek által készített finomságokkal találkozhatnak az odalátogatók hétvégén. Így van, október 22-én, tehát különböző programokkal is várják a szervezők a kedves vendégeket, meg a Noszvajra látogatókat. Szabó Péterrel, Noszvaj polgármesterével, illetve Cinkéné Szűcs Krisztinával fogunk beszélgetni, aki a település kulturális referense egyébként, arról, hogy mi is lesz majd ezen a fesztiválon, meg a birsről úgy általában, mert hogy a birs önmagában egy elég érdekes gyümölcs, de erről majd beszélünk. Sziasztok, jó estét kívánok, köszönjük, hogy itt sziasztok, vagytok. Sziasztok, köszöntünk benneteket. Emésztjük még a múltkori zsűrizést, ugye, mert az egy csodálatos élmény volt valamennyiünknek, de most egy új fesztivál nap veszi kezdetét hamarosan nálatok, birs. Honnan jött az ötlet, hogy birsből készült ételek, vagy birshama fesztivált kell csinálnotok? Alulról jövő kezdeményezés, ahogy mondták régen. Az egyik kedves egyesületi tag, Kovács Lajosné Kati, a Rákóczi Vendégház tulajdonosa volt az, aki azt javasolta, hogy annyira kedvel gyümölcs a faluban a birshama, hogy ő szerinte csináljunk erre egy ünnepet, és ezzel egy kicsit meghosszabbíthatnánk a szezont. Annak az évelején kezdődött el a Bálint napunk, ami február felé tolta a szezont, és akkor az ő ötletét megfogadva kezdtük el szervezni az első birsünnepet, és azóta is egy nagyon kedvelt ünnepe lett a turistáknak. Milyen finomságokkal készültek az odalátogatóknak? Mit lehet egyáltalán kóstolni nálatok? Hát kitelepül a Rosmaring vendéglő, és a nagyon kedvelt birsalmás lencsegulyást lehet nála kóstolni. A környékbeli portákon pedig gasztrobemutatókat tartanak, ahol megmutatják, hogy hogyan lehet elkészíteni a birsalmás ételeket, például a kacsacombot vagy a csülköt, így noszvaiasan, de készülnek olyan ételek is, mint a vasalt lángos, ami kifejezetten ezen az alkalommal kóstolható a faluban. A birs hogy került Noszvajra? Mindig is volt, vagy külön kezdeményezésre ültettek birsfákat? Mit lehet erről tudni? Mert hogy azért ez egy, nem egy olyan növényről, gyümölcsről beszélünk, ami megterem mindenhol, mint a látunk mindenhol almafát, körtefát, nem tudom én. Azért birsalmafa az nem olyan hétköznapi. Én átadnám a szót Péternek, mert ő törzsgyökeres noszvai, ő biztos jobban tudja, hogy keveredett oda a birsalma. Féleképpen is oda keveredhetett. Uh-huh. Most, amit hoztunk ide nektek az asztalra, az alapvetően kettőféle birsalma. Az egyik ugye a Konstantin birs, ugye a nevéből is adódik, hogy az nem feltétlenül egy őshonos noszvai fajta, igen, hanem valószínű, hogy a török időben keveredhetett erre a területre. Ugye ez egy garád növény alapvetően, tehát a patakpartok mellett érzi nagyon jól magát, és amikor ide keveredett, az már úgymond elkezdett önmagától is jól teremni, szaporodni, illetve vannak ennek már nemesített magyar fajtái, úgyhogy a népmesékben ugye ezeket hívják, hogy az aranyalma, amikor erről beszélünk, akkor igazából a birsalmát apostrofálták ezzel, mert ez gyönyörű szép sárgára be tud érni. Tehát őshonos Noszvajon, De azért hozzánk származott, de jól érzi magát. Jól érzi magát, ez a lényeg. Kifejezetten milyen körülmények szükségesek a birsnek a termesztéséhez? Esetleg valaki belefogna. Rendes kerti gazdálkodásban, zárt kerti gazdálkodásban is termeszthető, relatíve igénytelenebb növény, bár a gondoskodást, a meccést azt ugyanúgy meghálálja, mint bármelyik más növény. Kevesebbet kell permetezni, tehát alapvetően egy rezisztensebb fajtáról beszélünk, mondhatnám ilyen direkt termőbb jellegű növény, és a gyümölcse is ugye kiváló, számtalan dologra használhatjuk. Itt a birsünnepen meg tudjátok kóstolni 6-8 féle verzióját. 6-8 féle verzió. Ugye beszéltünk arról, hogy nyersen fogyasztva azért ez egy, hát egy ilyen emberpróbáló. Mert azt beszéltük ugye Péter pont, hogy aki szereti, az szereti, aki nem, az meg nagyon nem. Az én édesapám nagyon szerette, mindig megevett esténként egy birsalmát, amikor a szezonja volt, de utána fél napig csuklott, és hiába szenvedett fél napig, következő nap akkor is megette a következő birsalmát, én meg nem tudtam enni. Tényleg nyersen fogyasztva azért nem feltétlenül hasonlítható mondjuk olyan közkedve gyümölcshöz, mint mondjuk a körte vagy az alma, hogyha az őszihez? Nagyon nehezen fogyasztható nyersen, hiszen olyan erős
pektin tartalma van ennek a gyümölcsnek, annyira rostos, erős húsa van, fogalmazhatnék így hogy talán szabad foggal nem is lehet esetleg, hogy édesapád régen igen. esetleg kis késsel fölvágva tudta, de így beleharap, mint egy rendes almába, hát előre be kell jelentkezni a fogorvoshoz, hogyha ezt szeretné az ember. Általában feldolgozott formájában élvezhetőbb, mert önmagában nagyon intenzív íze van. Ezért jobb ebből kompótot, esetleg szószt, lekvárt, birsalma sajtot, nagyisten pálinkát készíteni, gyümölcslevet is lehet belőle készíteni. Hát azért mondom, nagyon sok verzióját lehet kóstolni. Régen Noszfolyón például birsalmával savanyítottak, ezt tették a savanyú káposztához, ez indította meg úgymond a savanyítási folyamatot, a birsalmat. Tehát sok helyen használták. De a szobákba is felszokták tenni, megtakarítják, kicsit felpolírozzák, és nagyon jó illatosító, természetes illatosító is a birsalma. Relatíve lassabban rohad meg, mivel ugye elég tömör a hús, amit mondtam is, és így elég jól eláll. És ha már a pálinkát említetted, miért a pálinka érdekel? Mennyire számít mondjuk különlegesnek a pálinkák közül a birs? Ugye Noszfalon szerintem kevésbé, mert sok van belőle, de országosan szerintem inkább a különlegesebb fajták közé sorolható. Ugye azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Noszfalon van egy nagyon jó pálinka főző mester is, és pálinka főzde, aki már az erjesztéstől a pálinka palackozásig tudja vállalni ennek a gyümölcsnek az átalakítási folyamatát, ha lehet így fogalmazni, és őnála bármikor elérhető, amíg a készlet tart nyilván, de minden évben készít birsalma pálinkát. Gondolom nagyon elfoglalt, mert azért sok a gyümölcs a környéken. Szerencsére. Nos, akkor egy kicsit beszéljünk magáról a birsünnepről még. Milyen kísérő programokkal készültök, illetve hány órától érdemes kilátogatni? Nyilván, aki úgy megy, mint ahogy mi mentünk hozzátok legutóbb, hogy szinte reggeliztünk és ebédeltünk és vacsoráztunk egyben, de hogy mivel készültök még az odalátogatóknak? A legnagyobb attrakciója ennek a rendezvénynek a vásár. Kifőttek a lekvárok, és rengeteg lekvár árul szinte mindenki a faluból. Kitelepül és megmutatja az elkészült lekvárjait, és ez egészen az eperlekvártól kezdődik, és egészen a birsalmáig tart. Közben aztán vannak erdei gyümölcslekvárok, mint a csipke, vagy a som, vagy az áfonya, és hát mindenféle kerti gyümölcsöt is feldolgoznak, és nem csak lekvárformájában, hanem szörpnek, vagy gyümölcssajtnak, birsalmasajtnak, és ez mind beszerezhető és hazavihető, úgyhogy fel lehet tölteni a kamrákat Noszfalon. A gyerekeket a Szépen Szóló Társulatnak az előadása várja a Patakparti piac téren, és a legkedveltebb a kosárhinta, a kosárkörhinta, és hát néhány portán gasztrobemutatóval van, este pedig táncház lesz a Pitypunk Hagyományápoló Egyesületnek köszönhetően az iskola aulájában. Megakadt a fülem a gasztrobemutatón. Ott mivel találkozhatnak az odalátogatók? Hát ez, amiket az előbb említettem, hogy megnézhetik, hogy hús mellé is hogyan lehet készíteni a birsalmát, hogy lehet felhasználni, megnézhetik, hogy készül a birsalmasajt, megnézhetik, hogy készülnek ezek a nagyon finom sütemények, amiben birsalmasajtot tesznek esetleg a szilvalekvár helyett ilyenkor. Úgyhogy szerintem érdemes kijönni Noszvára, és ott a Patakparti piac téren biztos jól eltelik az idő, ott még birsalma krémlevest is tudnak majd kóstolni. Igen. És persze a szállodáknak és a vendéglőinknek a konyhái is ilyenkor bérses menüt állítanak össze, úgyhogy lehet úgy csavarogni Noszvajon, hogy az 5 szállodát is meglátogatják, és a vendéglőket, a cukrászdákat, mindenütt lesz bérses sütemény, úgyhogy jöjjenek akár egy kávé erejéig is. Megkerülhetetlen, Péter, a kérdés, hogy polgármesterként, ugye, a jövő évre vonatkozóan, ugye nagyon színes Noszfaj kulturális élete, ezt azzal is bizonyítjátok, hogy itt vagytok nálunk, mi is megyünk hozzátok, de valóban nagyon sok programot szerveztek. Ebben a helyzetben a jövőre nézve, a közeljövő milyen kilátásaitok vannak? Fönn tudjátok-e tartani ezt a fajta sokszínűséget? Törekszünk rá. Ha realista lennék, akkor azt mondom, hogy nem látom tisztán, hogy mi a jövő. Tegnap viszont érkezett egy nagyon-nagyon jó hír, ami már egy kis derűre ad okot, ez az pedig, hogy a Pajta programra beadott pályázatunk, amelyet az NKA bírált el, mintegy 5 millió forint értékben támogatott lett. Ez gyakorlatilag most úgy tűnik, hogy megmenti a jövő évi turisztikai
programkínálatunkat. Aha. Egy olyan szinten, hogy tudunk hozni egy jól kiszámítható minőséget, viszont enélkül a jelenlegi helyzetben nem tudnék semmi pozitívet mondani. Uh-huh. Tehát tegnap mentődött meg úgymond a jövő évi turisztikai program kínálata. Tehát akkor tegnaptól már elkezdhettek gondolkozni a jövő évtől. Tegnaptól elkezdtünk gondolkodni, előtte pánikban voltunk, azt néztük, hogy hogyan tudjuk kezelni a kialakult helyzetet, most nem is tudjátok jól, hogy miről beszélünk, hogy éljük át a telet, hogy élik át a turisztikai vendéglátók, a szállodáink a telet, azért 6-5 szálloda van nagy, és azért nagy épületekkel nagyon bízunk benne, hogy ők talpon tudnak maradni. Már vannak olyanok, akik csak hétvégén lesznek nyitva, de számítunk más dolgokra is, sajnos amelyet ugye hozhat ez a jelenlegi helyzet. Úgyhogy mivel a szállodáink nem tudnak a turizmusba pénzt generálni, akár az idegenforgalmi adón keresztül, akár egyéb adónemeken keresztül, így ez erősen determinálja a jövő évet. Ez az 5 millió, amit tegnap nyertünk, na ez mentett meg bennünket most, ezt konkrétan mondhatom. Emellett pedig fejlesztések is elindultak Noszvajon a napokban. Ezek mivel kapcsolatosak? Igen, ezek ugye arra törekszünk már egy jó ideje, hogy állandó turisztikai attrakciókat hozzunk létre, olyan helyeket, amelyeket nem kell évről évre rendezvényekkel úgymond fönntartani, hanem kiszolgálják az odaérkező turistákat. Nyertünk egy olyan pályázatot, amelyen keresztül a patakparti piac mellett lévő patakmedret tudjuk rendbe tenni, mert azok már nagyon elég rossz állapotban van. Azt újra tudjuk majd ott burkolni, ott kis csobogókat tudunk beletenni. Nagy Isten, hogyha sikerül azt úgy megvalósítani, hogy azt terveztük, akkor még kis rekesztett patakmeder szakaszokat tudunk kialakítani a gyerekek számára, hogy a patak mellett, a piac mellett a patakban tudjanak játszani, mint ahogy mi gyerekkorunkban annó tettük. Tehát, hogy ez is falusiassá tudja tenni ezt a fejlesztést, illetve Sikfők úton kezdünk bele a tó, felső tónak a rendbetételére, illetve a gát rendbetételére, mert az már két helyen szivárgott. Nem is akartam nagyon ezt mondani, de most úgy tűnik, hogy holnap elkezdődik a beruházás, és megnyugodhatunk. Uh-huh. Úgyhogy ilyen pályázatainknak örülhetünk most, illetve ennek az NKS-nak. Ez mind végül is részben turisztikai fejlesztés is, hiszen mind Sikfőkút egy állandó turisztikai attrakció, mind pedig a patakparti piac, ahol holnap megtartjuk, vagy pénteken, szombaton megtartjuk a bérsünnepet, az is azt mondom, hogy egy állandó turisztikai attrakcióvá nőtte ki magát, ahova szervezhetünk rendezvényeket, vásárokat és kis kultúrprogramokat. És föltöthetjük az éléskamránkat, ahogy mondtad. Nagyon sok látogatót kívánunk a hétvégi programhoz, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük mi is. Köszönjük a lehetőséget.